Megnyerte a presztízs mérkőzést a kávése. A kanizsai pólósok az örök riválist, a Neptun együttesét fogadták délelőtt a kanizsai úszodában. Bár a vendégek jelenleg az utolsó helyen állnak a bajnokságban, hosszú évek óta kiki mérkőzéseket játszanak a kanizsaiakkal. Balázs László a KVS elnöke szerint már csak azért is tétmérkőzés volt a mai, mert a csapat jelenlegi edzője Ludányi Kadosa a Neptun játékosa volt. A KVS-e pólósai fizikailag jobban bírták a meccset, de az első két negyed még így is fejfej -fej melletti küzdelmet hozott. A találkozó második felében már dominánsabb kanizsai játékot láthattak a szurkolók, ezt a végeredmény is igazolta a mérkőzést, 10-8-ra nyerte a kvs -e. A következő két mérkőzés sorsdöntő lesz, a kanizsai pólósok, az uvs -e, majd a cegléd ellen szállnak vízbe. Mindegyik csapat érdekelt a felsőházi rájátszásban, így nagyon számítanak a pontok.